Balog Attila elmondta nekünk, hogy Tolna Vármegyében a 2023-as évben valamivel több mint 14 ezeren váltottak állami jegyet és fogási naplót. Tolna Vármegyei Horsgályszegyesítők Szövetsége hat víztarolatlanul folytat hallgazdálkodási tevékenységet. Ez a Kesősi-Holcsió, Szálkai víztározó, a Dunának egy 27 kilométeres szakasza, a Sió csatorna 58 kilométeres szakasza, a Szrárvíz csatornának 40 kilométeres szakasza, illetve a Koppány egy bizonyos szakasza. Körülbelül olyan 20 évvel ezelőtt kezdődött el a halgazdálkodási víztörleteken a szemét, szemetelés megelőzése érdekében, szemetelés zsákoknak a kihelyezése bizonyos pontokban. Ebből azt reméltük, hogy majd a, a illetve a túrázók azokat a helyeket használják, csak hogyha esetleg el szeretnék dobni a szemetüket. A Magyar Országos Horgász Szövetség országos házi rendje első pontja szerint a horgászok környezetvédők, és ennek mindig meg kell mutatkozni magatartásukban. A hatodik pontban foglaltak szerint a horgász köteles a horgász helyét tisztán tartani, és azt a horgászat befejeztével tisztán hátrahagyni. Úgy gondolom, hogy a horgászoknak is fellépnünk a természetvédelme érdekében. És több alkalommal is szerveztünk már közös szemétszedési akciót egyéb egyesületekkel, és azt láttuk, hogy nagyon-nagyon nagyon sok réti, nagyon sok szemét van az erdőben, a természetben, amit úgymond meg kell óvnunk. Az idei évben teljesen be fogjuk tiltani ezt a, vagy nem lesz továbbiakban szemetelzsák kihelyezés, és innentől kezdve, aki ami szemetet kihoz magával a vízterületre, azt legyen kedves hazavinni. Ennek szankciós következménye is lesznek, amennyiben nem így történik. Szabálysértési eljárás indításával jár, ha egy horgász szemetet hagy maga után. A hely természetvédelmi besorolásától függően további hatóságok párhuzamosan is indíthatnak szabálysértési eljárást a természetben szemetelő személy ellen. Kijövünk a természetben, és tényleg olyan dolgokat hagyunk kint, aminek ez semmi köze az ég egy a világon, hogy itt kéne legyen. Igyekszünk összeszedegetni a személyek után, nem általánosítanám, hogy aki kijön bárki. Én csak azt tudom javasolni, hogy ne szemeteljünk, mert ö, elkeserítő a helyzet jelen pillanatban, szinte nem győzzük szedni, annyi szemetet hagynak kint a, az emberek a természetben, és ö, ezt, ezt én nagyon-nagyon kellemetlennek tartom, Felháborod, felháborítónak is tartom, és minősíthetetlennek ezt a magatartást, hogy ö, ez, ez nem egy Tesco parkoló, ez, ez itt a Gemenci erdő, Gemenci ártér. Nekünk embereknek kötelességünk óvni a természetet, nem jogunk azt kizsákmányolni.